Szervusztok! Szép estét kívánok mindenkinek! Csütörtök van, nem sokára hat óra lesz, és ennek megfelelően ma este is szeretném egy hosszú, jó másfél órás beszélgetést veletek válaszolni a kérdéseitekre. De amíg összeül a csapat, ami most már sok tízezer ember, számomra nagyon nagy örömet okozva, addig a szokásnak megfelelően, Hoffi Gézának 1993-ban történt felvételéből adnék egy kis vágást, egy olyat, ami mutatja, hogy mennyire látta előre a világot, illetve látta, hogy ha nem jó irányban haladunk, hová fogunk jutni. Úgy láttam, hogy a háttér, amit láttok, az ott esetleg néhány embernek elfogondolkodtató, de hát el kell nektek árulnom, hogy bepillantási lehetőséget kaptam az Orbán család. Hannvas-Pusztai különleges rezidenciájában, ahol van 28 darab vendégszoba. Hát ott az egyikből jelentkezem most be, aztán majd később visszamegyek a saját stúdiómba. Látjátok, hogy ez a vendégszoba is milyen szépen fel van szerelve televízióval, modernen, és ott vannak a, falon a kép, képek, Orbán Viktor látható rajta, később majd talán kinagyítva is meg fogom mutatni, egy nagyon szép korszerű televízió készülékkel, amit én most bekapcsolok nektek, hiszen ott az alatta lévő digitális lejátszóban található Hoffi Gézának az általam elővezetett adása. Kérem, hogy figyeljétek, sok szeretettel köszönöm, hogy itt vagytok. Arany, drága szíveim! Nem tudom, ez rádió, vagy csak tévé? Mert úgy összemosódik mostanában minden. Szóval rajtam dísz magyar van. Igen, mert hát én tanultam az első ciklusból. Ergo, Két éve még én magyar ellenes és nemzetellenes voltam, hát nem tudtam, mi hiányzik. De most már aztán nem érheti szó a ház elejét, a hátulját igen, az elejét, tehát. Apropó. Hát dögöljek meg, ha ez már nem Európa. <laughs> Jó. Csodák vannak. Szóval díszmagyar. magyar. Amikor ünnepi alkalom van, ilyet kell felvenni, képviselő uraktól és miniszter uraktól láttam, és gondold el, parlament, be kell menni, hát ha nem kell, megy. ő bemegy, azt mondja, anyósom, és amikor bent van, kinhagyta a lovát. Igen. Egyszer eltévesztenék, képzeld el, és ez fordítva lenne. Nem itt tartanánk, hidd el. Csodál. Szóval vízmagyar. magyar. De leveszem, mert olyan kurva mojszaga van. Valami ezt nem És sokan ezt akarják. Én például teljesen meg vagyok elégedve. Hát gyerekek, hát, hát ami most van, az csúcs. És lesz választás, hát akkor ugye, hogy akkor mi lesz? Az majd elnálik. Anyagcsomnak is mondtam, hogy igen, mi állandóan társalgunk mondom, mama, hát kell, hogy legyen választás. Hát ne vicceljen már. Hát jogállomban fogunk élni. Hát javaj, már, megint költözünk. Hát Isten magával beszél bele. Hülyeséget. Szeretném tudni azt is, hogyha mondjuk... Hát egy pár egy, Mondjuk nem, nem magam vagyok csak. Mondjuk nem voltunk szar szemét tetves besúgók, tudod? És mondjuk hát senkit nem jelentettünk fel. Igaz? Nem is írtuk alá. Na most, azért mi még lehetünk magyar emberek? Vagy ez már kizáró? Nem értem. Azt mondja hát kézzel ez az. Így van ez. Lassan a szar húzza le a WC-t. Érdekeset mondott. Tetszett, sok embernek tetszett. Azt mondta, hogy a kritika az veszélyesebb, mint a kábítószer. Mondta a demokrácia hajnalán, a szabadság elején. Tényleg! Azt mondja, most már meg fogod látni. Téged meg elvisznek kábítószer csempész. Tényleg. Ne hagyom már beszél bele mindenben. Magánember. Hú! magánember, magántestőrökkel, állami kocsival, szóval szuper volt. Szuper, szép volt. És a cselédség is. Én ezt nem is gondoltam volna. Cselédségből egyik mondta, hogy az, amikor az, az önméltóságú méltóságos, ő méltóságú, méltóság. Azt mondta édesanyámnak, hogy jó reggelt, Mariska. Sose felejtjük el. A bolondok házában van költségvetés. Tudod, hogy készült? Három bolondtól megkérdezték, hogy Hacóat! 90. Hacóat! Péntek! hat, szóval, 36. Hogy jött ki? 90-ből kivontuk a pénteket. Az IBM, vagy hogy hívják? A persze, hogy elfogadják, ők se hülyék. Egyik munkás kérdezi a másiktól. Hogy vagy? Kint van a seggem. Na és havonta küld valamit? Ha minden igaz, akkor új év lesz kívánok mindenkinek, mindenkinek jó egészséget, boldog új évet, mindent, és talán oda kellene figyelni a kis muzulmánra, vagy a, a Mohamedánra, a kis Hortira, ha már annyira tetszik az apja, meg a nagyapja. Ő mondta azt, hogy most már fel kellene ébredni, mert amiről itt beszélnek, az már mind elmúlt. Amiről két hete szó volt, már az is. Most már tessék, gatyát húzzuk föl, nem mi, mert nekünk már nincsen hova, és nincsen gatya. Úgyhogy végre menjünk előre, csokolom. Hát Hofi Géza után elérkezett a hat óra is, és bele kellene kezdeni a ma estében, a ma este kérdéseiben, amitben ismét rátok számítok. Úgyhogy ebből a szép szobából visszafordulok egy sarokba, a saját kis stúdiómba, és onnan folytatnám. December 26-án, ugye karácsony másnapján indítottam el a Palotás Szabad Egyetem előadás sorozatát, amely előadás sorozattal, és nagyon súlyozni szeretném, hogy nem egy-egy részével, hanem a sorozat egészével. Azt szeretném bizonyítani, hogy ez egy valóban a demokrácia gondolkodásmódját bizonyító, úgymond demokrácia kurzus, amely azt akarja bizonyítani, hogy Magyarországon Orbán Viktor hatalma a népharaggal bármikor leváltható, de a demokratikus jogrendszer keretei között is ma még, nagyon szeretném hangsúlyozni, ma még leváltható. Nagyon sok ezeren nézitek, 24 ezeren voltunk a követők, akik ezt a kurzust elindítottuk. Nézni azért nem csak a kurzus hallgatói nézik és ma három hét elteltével e, már közel 27 ezeren vagyunk. A negyedik rész az úgy, mint szokásos módon most vasárnap délután négy órakor kerül adásba, ha csak valami nem jön közbe, de miért jönne közbe? Csináljuk, együtt gondolkodunk, és hiszek benne, hogy ez előbb-utóbb eredményre fog vezetni. A héten volt néhány eh, olyan esemény, amelyről mindenképpen szeretnék nektek beszélni. Eh, ugyan felhívtam rá a figyelmet eh, hetedikén, azt hiszem szombaton, hogy akkor jelent meg egy igen részletes írásom a, a Népszava szép szó mellékletében, ugye minden hónapban, egész pontosan négy hetente szombatonként, egy egész oldalas elemzést adok a társadalom, de elsősorban a jog valamelyik oldaláról. De úgy gondoltam, hogy ezen a hétvégén rá kell mutatnom arra, hogy milyen ördögi terve van Orbán Viktornak, illetve ördögi megoldást talált az egyébként szakmailag teljes mértékben alkalmatlan csapata, milyen ördögi megoldást talált a mi nyugdíjrendszerünk jövőjére az egészségügyünknek a jövőjére, és az oktatásunknak a jövőjére is. Az oktatás mostanában mindig napi lesz, ebben az este is én még többször vissza fogok rá térni, de ez az írást, ha tehetitek, akkor olvassátok el, ha bejutitek, hogy népszava szerző Palotás János, akkor az összes eddig írásom megjelenik, és mindig legfőről a legutolsó írás van. Ezt az adásban azért nagyon röviden erre szeretnék rámutatni, mert fontos. Egymás után, hétről hétre hozzák ebben a, témában Orbán Viktorék az ő megoldás javaslatukat amelyet Gulyás Gergely minden alkalommal a kormányinfón úgy mutat be, hogy a kormány megoldotta megoldja a nyugdíj problémánkat, megoldja az egészségügynek a problémáját, hiszen rengeteg helyen nincs orvos, ugye a házi orvosi körzeteknek több mint 20%-a talán már több mint egy fél éve éve betöltetlen, tehát ott nincs házi orvosi ellátás, valahova a környékre kell elmenni, vagy hetente egyszer néhány órára jön valamilyen helyettesítés, de a kórházakban, az egészségügyi szolgálatoknál, a mentőknél ugyanez a helyzet. És Orbán Vittőjék azt mondták, hogy hát ők mi megoldjuk. Mi természetesen ismerjük azt a megoldást, amely azt jelenti, hogy mindenkinek lesz házi orvosa. Rövid időn belül elintézzük, hogy mindenkinek lesz házi orvosa. Tehát amikor azt kérdezitek tőlem adásban, adáson kívül a mindennapokban, akikkel találkozom, hogy lesz -e, mi lesz az egészségünk, lesz-e orvosunk? Mindig lesz. Én ugyan az írásomban egy kicsit hát, szakértői szinten mutattam rám, mint Komáromi Zoltán, a DK egészségügyi politikusa, talán a tegnapi ATV-ben, vagy a tegnap előttiben is, de lehet, hogy az ő mondata az rövidebb és egyszerűbb. Mert azt mondta, hogy hát ahhoz, hogy legyen, ahhoz elég három hely. Egy Dunántúlon, egy Tiszántúlon és egy a Dunatisza közén három orvos összesen. Tehát ameddig három orvosunk van, addig azt mondhatjuk, hogy mindenkit besorolunk-e három orvos alá. Hogy az A orvoshoz tartozik a Dunántúlon lakó, B a Tiszántúlon, C a Dunatisza közén. Én azért arra mutattam rá, hogy ez olyan viccesnek hangzik, de a tendencia, a megoldás, amit Orbán Viktor kínál, mindhárom területen, de most csak az egészségügyet vettük előttérve, az ez. Az azt mondja, hogy ha hiányzik százezer orvosból, 30 ezer, ugye az, vagy az 5 ezer egészségügyi, vagy házi orvosi rendszerből ezer, ugye, akkor egyszerű, még mindig van négyezer. Tehát tételezzük föl, hogyha nagyon megszigorítani fogok, már pedig ezt teszi, akkor ezeren elmennek nyugdíjba. Még mindig marad három ezer. Ha 3000 házi orvosnál megduplázom az eddigi körzeteket, amelyeket hozzárendeltem, akkor minden körzetnek lesz házi orvosa. Igaz, sokkal messzebb, és igaz, eddig sem tudtak bemenni zsúfoltság miatt, időpont miatt, stb. a körzeti orvosukhoz, hát most majd még kevésbé fognak bemenni, de lesz. Tehát kijelölt a jogszabályban, a törvényben meghatározott módon mindenkinek lesz házi orvosa, és ugyanez igaz korzázokra, szakrendelőkre, tehát hozzájuk lehet rendelni mindig dupla akkora területet. És akkor azt lehet mondani, hogy van, van a körzet, van a te körzetedben is, van szemész, van nőgyógyászat, van szülészet, van ambulancia, van hogy, hogy, hogy betegellátás, vagy, vagy e, sürgősségi ellátás. Igaz, hogy a sürgősségi ellátásra öt nap múlva jutsz be, de van. Ja, hogy azért volt sürgős, mert ha nem néhány órán belül látnak el, akkor meg az, akkor kevesebben fognak nyugdíj jelentkezni. De ez szörnyen hangzik, de ez az, amit Orbán Viktorék kitaláltak. És ennek azért vannak szép mellékszálai is, hogy amikor azt mondja, hogy aki a magánegyességből dolgozik, az menjen el, hogy egy heti 20 órában igazolni, hogy kellően felkészült, minden jogszabályal ellentétes. Azt meghaladná egy ilyen csütörtök esti beszélgetés, hogy, hogy elmondjam, hogy mi mindennel, vesz, mi mindennel el, jogszabályal, magyarral, uniósal, nemzetközivel, a józan észszel. ellentétes, amit ez a egyébként ma már érvénybe lév, léptetett az egész, a, a szomszédban múl, folyó háborúra hivatkozó vészhelyzet alapján életben léptetett szabály kimond, de, de akkor is, erről beszéltünk, Orbán Viktor megoldotta, azt mondta, hogy akkor a magánegyzésű ügyből lévő orvosokat a munkaidejének, a lehetséges munkaidejének az egy nyolcadát, ugye, tizenkét és fél százalékát, ha úgy tetszik, az elrendelem, hogy ő kirendelhető lesz bármelyik kórházba. De rögtön az van, hogy ha egyébként orvos hiány volt mondjuk a nőgyógyászat, a szülészet vagy a fogorvos bármelyik területen, de mondjuk volt egy 10%-os orvosi hiány, csak ezzel az egy intézkedéssel megoldotta. Igaz, hogy ilyen szabát csak diktatúrában lehet hozni, de megoldotta. Ugyanez igaz a nyugdíjrendszerre is. Tehát, hogyha azt mondom, hogy a nyugdíjkasszám egyre jobban ürülget, na jó részt azért egyébként, már Orbán Viktorék kifosztják. Elviszik, máshova használják fel a forrásait, de ezen most valamilyen módon lépjünk túl, tehát hogyha a hatályos nyugdíjjogszabályok szerint eh, a nyugdíjrendszer, a kassa nem tudja kielégíteni, mert hiányzik belőle 30 nyi forrás, hogy mindent ki tudjon fizetni, nem attól kell félni, hogy összeomlik a nyugdíjrendszer, és nem kapsz nyugdíjat, nem, kapsz nyugdíjat, csak a nyugdíjkorhatárt mondjuk fölemeli 3-5 évvel. Már is a nyugdíjban töltött idő egy 30%-kal csökken. Ez, ez, ez egész pontosan azt jelenti, mint egy 30%-kal kevesebb forrás kell hozzá, ugye? ha fölemelem a nyugdíjkorhatárt. Ugye? Ha még egy kicsit úgy, mint 2011-ben, megváltoztatom a nyugdíj számítási módszert is, és kitalálok egy hazugságot, hogy mondjuk infláció követő. Sosem volt infláció követő Orbán Viktor alatta a nyugdíjrendszer. Kettő nem... Az emberiség fejlődik. Tehát a, a, amikor körülöttünk minden szebb lesz és jobb lesz, akkor a nyugdíjas éveimben is megérdemelném, hogy valamilyen szinten kövessem azt, ahol a vilá, ahogy a társadalom fejlődik. De most szint csak az inflációról. Akkor azt mondja Orbán Viktor, hogy megváltoztatta a nyugdíjszámítási módszert, és körülbelül 10 év alatt egy 20-25%-kal kevesebb nyugdíjat fizet ma ki a nyugdíjkassa kell kifizetni a törvény szerint, mint hogyha megmaradt volna a korábbi nyugdíjszámítási rendszer. Pedig ugye az Szorbán Viktor úgy terjesztette elő, hogy mi megállítjuk a nyugdíjak elértéktelenedését, infláció közele lesz, és ezt mi garantáljuk. Ja, de a korábbi nyugdíjrendszer nem azt garantálta, hogy a nyugdíjaknak megmarad az infláció követése miatt a megmarad az értéke, hanem azt, hogy együtt fog fejlődni a társadalommal. Na ezt elvette tőlünk, ez most olyan két havi nyugdíjat veszel az emberektől, de olyan bonyolult a nyugdíjrát számítási rendszer, hogy ezt úgy lehet tudták az emberek követni, megették, elfogadták a társadalomban, nem erre hegyezik ki hangsúlyt, még a nyugdíjas szervezetek sem. Amit az én számomra nem annyira érthető, mert azért annyira ott vannak, vannak szakemberek, tehát meg, de nem jól kommunikálható, ezért inkább csak azt mondják, hogy magasabbat kell, többet kell, az alacsony nyugdíjakat ö, ö, jobban meg kell emelni, hogy a magas nyugdíjak az okai, a magas nyugdíjak nem az okai, a magas nyugdíjak, ha minden igaz, akkor nyugdíjbefizetésekkel alá lettek támasztva a társadalomban. És ameddig a magas nyugdíjak, a magas jövedelmek után magas nyugdíjjárulékot kell fizetni, ugye, hogy majd később aki nyugdíjba megy, a ma aktívabb, a ma jól kereső, ha később nyugdíjba megy, akkor magasabb nyugdíjat akar kapni, ezért ma magasabb összegeket fizetve, ameddig ez a szabály fönt van, addig mindig a magasabb nyugdíjaknak is megtörténik a társadalomban egy a befizetése. De hát itt rengeteg más, más elem van, és ugyanezt írom le, vagy szépen levezettem az oktatásügyben mindegyiknek a jogellenés tevékenységét is, amelyben ugye azt ta -találta ki a tisztelt ház, és ugye ezt így mutatok rá magad a mögöttem lévő képre, hogy ott tárgyalnak. Ha visszaemlékeztek, mit mondott Hoffi Géza, hogy Orbán Viktor emberei kétharmados szavazó szavazógépezete, Jobb lenne, ha nem menne be és nem szavazna, mert egyébként halványgőze sincs, hogy miről, van szavaz, miről szavaz, csak a társadalomnak az árték, ártékony oldalán szavaz Orbán Viktor diktatórikus hatalmát, és egyébként szakmaiatlan kormányzásának a kárait szavazza meg, mert nem ért hozzá. Ha ért hozzá és mégis megszavazza, akkor egyébként még nagyobb bűn, amit csinál. És hasonlóan így van az oktatásban is. El lehet rendelni, ugye, ha hiányzik a tanárokból 20 ugye, akkor föl lehet emelni, most is egész Európai Unióban 22-28 óra a kötelező óra szám a pedagógusoknak. Ez föl lehet emelni 40-re. És már is pedagógus többlet lesz. És talán a társadalomnak egyrészt a szolidaritás hiánya, vagy nem elégséges volt a. Másrészt a képzettsége, hogy meg lehet téveszteni Orbánnál a média felületnek a 95%-a. Nem érti, hogy a kötelező óra szám az nem ugyanaz, mint a kötelező munkaidő, ami általában 40 óra ma Magyarországon. Ugye? Hát Nyugat-Európában már sok helyen el, és sokkal kevesebb, de 40 óra, és akkor miért tiltakoznak, hogy ő is csak 40 óra. Ez az nem ugyanaz a tanároknak a 22-28 kötelező órája az azt jelenti, hogy ennyiben bent kell lenni a tanterembe. Aztán még számtalan feladata van többek között, egyébként a dolgozatok kiavításán túlmenő az egyes órák anyagainak az elkészülése, a gyerekek értékelése, tehát egy olyan adminisztratív feladat háttér van, ennek egy, egy, része talán felesleges, de jelentős része nem az. A felkészülés például azok órákra az biztosan nem az. Tehát a, a, az oktatás területen ezért olyan feladatai vannak, amivel bőven kitöltik a 40 órát. Ezért van az, hogy minden nyugat-európai országban, a kötelező óra, amikor nyilván nem tud fölkészülni egy másikra óraszám, az alacsonyabb, mint Magyarországon, miközben a leg, sok helyen, vagy legtöbb helyen még Nyugat-Európában is 40 órás a munkahét. De azt gondolják, hogy azzal szemben egy 20, 18, 20, 22 órás kötelező óraszám az, amire ha kellően föl akar készülni a tanár, akkor 40 órát fog dolgozni. Ja, ott ezt a folyamatot értik. Na mindegy, hát Orbán Viktor azt mondja, hogy nálam van egy 95%-os médiafelület, tudt elmondom, hogy mit ugrász, csak 22-28 órád van, fölemelem 36-ra, vagy 40-re, vagy 38-ra, hogy még azt mondhassam, hogy inkább örülj, hogy még mindig kevesebb, mint ami Magyarországon a törvényes munka heti teljes állásos munkaidő, tehát megalázza is egy picit még őket, és már is pedagógus töblete van. Aztán, ha tovább fogy, akkor a tantermeket is lehet növelni, akkor az oktatásban töltött e, kötelező időt, ami korábban 18 év volt, Orbán már levitte 16 rát le lehet vinni 14-re is. És ez azt jelenti, hogy egyre többen 14 év után elhagyják az oktatást, ha elhagyják és kevesebben vannak, akkor ugye abból egyenesen következik, hogy ahhoz kevesebb pedagógus is elég lesz Orbán számára. Hát ez az ő terve, amit egy kicsit részletesebben, a joggal jobban alátámasztottam, mutattam be az írásomban. A következő dolog, amiről bele szeretnék beszélni előtt, egy pillanatra ránézek a kérdésekre. Ósa Idikó kérdező, hogy a bankszektor felvásárolja az állami kötvényeket, az nekünk jó vagy rossz? Erre várja a válaszomat. Hát nem jó. Nem azért, mert az állampapír például nem ajánlható. Ha azt mondom, de azért ez most nagyon érzékenyen, ezt szeretném elmondani, hogy önállóan néhány héttel ezelőtt talán nem túl sokan néztétek meg, de ott van az oldalamon továbbra is, hogy hogyan érdemes a befek, akiknek van megtakarítási képessége még a mai e, e, körülmények között is azoknak hogyan kell az inflációtól védeniük a megtakarításaikat. Ha nagyon nem értik a folyamatot, akkor még mindig azt kell mondanom, hogy az állampapírhoz kell nyúlniuk. De az a jó, amikor a magánember finanszírozza az államot nem pedig látszólag nem az állami költségvetés finanszírozza, hanem a bankrendszer, akinek más módon egyébként az állam alapvetően visszaadja majd ezeket az össze, visszaadja ezeket a e, ezeket a kifizetéseket, és ez nem az általában nem minden bank vásárolja föl a a, 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 a államkötvényeket, hanem inkább az Orbáni NER rendszerben, a rendszer megjelenésében lévő ha úgy tetszik, akkor az ottani tulajdonos ő, kör, a strómanoknak egy köre, amelynek nyilván nagyon nagy vagyona van saját magának is, de azt gondolom, hogy a, a a bűnszervezet tetején álló Orbán Viktor rendelkezik végül is a vagyonnak a működtetése felett, ezért ők egyébként nagyon magas színvonalon Élnek. Tehát, hogy ebben a rendszerben, ha a politikája, Orbán politikája úgy látja, akkor erre tud utasítást adni és ad, ad felvásárlást. Az egyébként, ha nem Magyarországról, nem Orbán Viktorról beszélünk, akkor alapvetően közgazdaságilag az egy jó dolog, hogyha az állam finanszírozásában leginkább magánszemélyek és leginkább magántársaságok vesznek részt, ott tartják a forrásaikat, ott azt mondja, amíg mondjuk egy vállalkozás összegyűjt egy akkorát, amiben mondjuk egy nagyobb, akkora összeget, ami nagyobb beruházást tud végrehajtani, akkor állampapírral őrzi meg az, a megtakarítás szakaszaiban a saját pénzét. Bemutattam az, azon az oldalon, hogy ma is van olyan állampapír, sőt talán még banki papír is van, amely követi az inflációt. Tehát nagyon közel áll, vagy követi az inflációt. Tehát ha nem is gyarapszik, de ebben a nagyon komoly inflációs környezetben, az is egy, egyfajta biztonság, hogyha nem inflálódik el a megtakarításom. Az így finanszírozott állam, állami adósság a sokkal kedvezőbb egy társadalom számára, mint amikor mondjuk kínai hitelt vesz föl, mint Orbán Viktor, a kínai hiteleknek van nemzetközi tapasztalata. A kínai, kínai gazdaság és állam olyan mértékű deviza dollár többlettel rendelkezik, a világpiacon a legtöbben rendelkezik, hogy ő képes arra, hogy a kockázatos térségekben is adjon pénzt, tehát hogy adjon befektetés pénzt, mert nagy töblete van, és azt a töblete valamit kezdenie kell, ez olyan, egy kockázati tőkebefektetés. De ezzel szemben a kínai állam egyrészt magas kamatot kér, Kettő nem felkészületlen abba, és a hatalmi struktúrája miatt, a nemzetközi gazdasági szerepe miatt meg is tudja tenni, hogy utána behajtja hogy azoknak az államoknak, akik máshol nem kaptak volna pénzt, Kíná, mint Magyarország, ott Kínától kap rengeteg pénzt, háromszor drágábban, mint hogyha mondjuk az uniós közös pénzt használnánk föl, vagy ötször drágábban ugye, a, a, számosságában, de felébe olyan fedezeti vállalásokat tesz Magyarország Kína felé, amely a magyar demokráciát megrengeti, ha később valamilyen oknál fogva ne tud, nem tudnánk a hitelt visszafizetni, számtalan nemzetközi képélda van, amely államok már bedőltek a kínai hitelnek, és ott bizony Kína behajtotta azt a hatalmi pozícióját, hogy az ország további működéseiben igen jelentős lett a kínai befolyás. Ha úgy látszik, akkor a döntéseknek a meghatározó befolyásolása. Katalin, a Katalin kérdezi, hogy érdeklődik, mi a véleményem arról, hogy az EU megszavazta a támogatást. Többször beszéltünk róla, és rengetegszer kérdezik, ezéből absz következik, hogy bár többször válaszoltunk, és most mondhattam volna azt, hogy nézzük meg a, nézzük meg a korábbi adásokat, de ha ilyen sokszor visszakérdeznek, akkor annak van egy olyan mondata is, tehát van egy olyan kisugázás is, hogy sokszor beszéltünk róla, de még nem elégszel. Nem elégszel. Különböző módon kell eljárnia egy össz-európai adminisztrációs szervezetnek, itt most és a Európai Unió végrehajtó szervezetét, az Európai Bizottságot, meg az Európai Tanácsot is, és másképp kell mondjuk nekem, amikor tartok nektek egy előadást. Én megtehetem, hogy azt mondom, hogy Orbán Viktor mondjuk decemberben 17 törvényt módosított, amely ha a törvény a törvénynek megfelelően működne, akkor elindulna a jogállamiság helyreállítása Magyarországon. Tehát az a törvény az egyébként valóban úgy került megfogalmazásra, hogyha az utána a törvénynek megfelelően működik, tehát nem Orbán akarata szerint, hanem a törvénynek megfelelően működik, akkor az elindít egy pozitív folyamatot. Én mondhatom nektek, hogy nem úgy fog működni. Hogy Orbán Viktorra semmilyen hatása nincsen annak, hogyha mondjuk a legjobb média törvényt fogadja el, vagy a legjobb olyan törvényi elemeket, elemeket, hoz be, amelyben azt mondja, hogy ha korrupciót tanul valaki, akkor nem csak az ügyészség indíthat el eljárást, hanem létrehoztam erre egy új szervezetet, ahol a bejelentési szabadság, tehát hogy én bejelentettem, hogy valahol láttam korrupciót, tehát ha merem, akkor ugye bejelentettem, akkor az a hatóság azt megvizsgálja, és ha úgy találja, hogy itt az ügyészség mulasztott, akkor egyébként egyrészt ő utasítja alapvetően az ügyészséget, kettő egyfajta néhány jogosítványal rendelkezik, hogy az, az a korrupciós eljárás mégis elinduljon. Tehát létrehozott egy integritás hatóságot. Én mondhatom, hogy miután az ott kinevezett személyeknek az Orbáni függőségi viszonya, és az intézménynek a függőségi viszonya miatt, ez nem fogja a korrupciót csökkenteni Magyarországon, mert a bejelentésekkel látszólag fog foglalkozni, de a folyamat még végigmegy. Az ügyészségem, hogy végigmegy, ahol fontos az államnak, a már befolyásolt, a már befolyása alá került bírósági fokozatokon, az alatt az ügy el fog halni. Tehát nem fogja betartani. Én ezt szakértőként az elmúlt... 10-12 év tapasztalata, Orbán Viktort, meg 30 éve ismerem és követem a tevékenységét, és hát nem változott a személyisége, csak mondjuk egyre agresszívabb vagy durvább lett, de ugyanabból az alapból indul ki. Nyugodtan mondhatom, hogy ez nem fog működni. Az unió szervezete az egyik tagállam, ha úgy tetszik, mindegy az egyik tulajdonos, tehát aki létrehozta ugye, az unió egy tagállamába. Nem mondhatja azt, hogy hát jó, meghoztad a törvényt, és te nem fogod megtartani. Ezért neki muszáj volt, ha meghoztad a törvényt, igaz, még előírt a másik 27-et, de ha meghoztad a törvényt, akkor aláírok veled egy támogatást. Csak amire Orbán Viktor a korábbiak tapasztalati alapján nem számított, az az, hogy és mellé tette, viszont folyósítani a pénzt. Csak akkor fogom, ha látom, hogy az általad meghozott törvények valóban a törvény szellemének megfelelően fognak működni. Úgy meg nem tud működni, mert akkor Orbán Viktor mondjuk börtönbe kerülne, meg a környezette, meg a ner döntő hányada, tehát mondjuk börtönbe is kerülne, a vagyonuk elkozása kerülne, tehát úgy nem tud működni. Ezért, de itt nem tehetett más. Azt mondta, ha hoztál olyan törvényt, mert addig Orbán Viktor egy duális alaptörvényel, ahova bevitte a diktatúráknak szükséges jogszabályokat, egy duális alaptörvénye olyan törvényeket alkotott, amely látszólag törvényessé tette a bűncselekményeit. erre most azt mondta, hogy azokat módosítanod kell, a másik oda meg olyanokat kell létrehoznod, amelyek ha működnek. De hát Magyarországon van médiahatóság, a hát van médiahatóság, amelynek a választások kapcsán, meg van választási ország, nemzeti választási bizottság, amely a választások kapcsán meg kellene akadályoznia azokat a lépéseket, amelyet a Orbán Viktor, a fidesz DMP, és ő ebben a területen van, ezeken a területeken elvégez, de azt mondja, becsukja a szemét, így, ahogy most én, és azt mondja, hogy én nem látom és hiába jelentik oda be, azt mondja, hogy nem látom. Na most ilyen lesz az integritás hatóság is, hogy még bejelentik, és azt mondja, hogy nem látom. Viszont most arról szól, hogy ja, ha nem látod, akkor nem folyósítom a pénzt. Mert nem töltöd be azt a szerepet, amit a törvény számodra előírt. Tehát itt muszáj volt, tehát egy, egy helyzetet, ami Orbán Viktor ö, Európai Unió bíróságán, stb. kötelezettségi eljárásokkal való szembenállásban azt mondta, hogy ő nem, alakult, nem alakul hozzá, nem szünteti meg, nem változtatja meg azokat a törvényeket. A, addig, hogy is, add, a, addig azt mondta, hogy hát akkor most fölfüggesztem. De amikor azt mondta, hogy megváltoztatom, sőt, bevitte a parlamentbe, sőt, a legtöbbet létrehozta, aztán mindegyikben megpróbált játszani. Tehát, hogy a keretekben lehet megállapodni, itt még talán ez egy fontos mondás. Nagyon sokan azt gondolják, hogy azt várják el, hogy mikor Navracsics Tivor mondjuk az Unióban tárgyalt egy-egy elvárt új törvényről, akkor az, hogy az Unióban leírták, hogy így kell szólni a törvénynek. Ilyet nem tehet az Unió, és nem is tesz. Azt mondja, hogy olyan törvényt kell alkotnod, amelynek az outputja, a kimenete az lesz, hogyha ha ez történik, így fog a törvény szellemében cselekedni. Ja. Ha korrupció lesz, meg fogom gátolni, és a korrupt korruptat meg fogom büntetni. És nem hagyom a korrupciós folyamatnak a folytatását. Ilyet várok el tőled. A törvényt utána neked kell otthon megalkotni, amiről majd utána elmondom, hogy ez jó-e. Majd külön ki akarok térni az Erasmusra, mert az meg a Horizon programra, ami az elmúlt két nap csúcs témája, hogy az egyetemistáink nem tanulhatnak, a kutatóink pedig a leg... Képzettebb, legnagyobb minőségű egyet európai egyetemekre nem mehetnek oda szakmai gyakorlatot szerezni, nem kapcsolódhatnak be a programokba a magyar egyetemek kutatói, tehát nem követhetik a elmét a többi Európai Uniós kiemelt egyetemmel. Ja ez, ez egy na, példa, ez itt is volt hazugság, amit a kormányülésről kiadnak. Már az Európai Unió lebuktatta a hazugság, amit a kormányülés után a Gulyás Gergely mondott, hazugság, amit Norec István mondott, hiszen már az én adásaimban is talán négy, öt, vagy két-három hónappal ezelőtt mondtam, hogy végre az Unió fölébredt, és ha a lényegét nem is találta meg az alapítványi, alap alapítványi hogy mi annak van a legnagyobb szörnyűség, de bevonta a megoldandó kérdések közé, hogy az úgy nincs rendben. És ezt elmondtam. És ezt a sajtóhírekből mondtam el. Mert ezek a követelések valóban megjelentek. Erre Navracsics Tibor és Orbán Viktorék azt találták ki, most elé mentem az erre hogy biztos elég lesz az, hogy ugye mert a kifogásra példaként felsorolta az Unió, hogy olyan emberek döntenek kormányzati szinten mondjuk az egyes alapítványoknak adott pénzhez, ahogy alapítványokban ők ülnek, és ha megkapták a pénzt, akkor a pénz a közpénz elveszítette közpénz jellegét, és ott szabadon, átláthatatlanul használhatják föl. Ugye, egy alapítvány kuratőmben van öt ember. Ugye, az olyan, hogy megszavazzanak kell négy, vagy három, ugye a minimum három van szükség. Van benne két kormánytag. Ugye, akkor Orbán Vitt azt mondta, hogy ezt a problémát megoldottuk egy olyan törvényel, amiben azt mondtuk, hogy amikor a Költségvetés felhasználásáról szavaznak, ahol egyébként a parlamentben döntöttek róla, hogy milyen költségvetési támogatást kap az adott alapítvány, akkor a kuratóriumban a, felhasznál, a költségvetés felhasználásának tervé, terveiben nem fognak szavazni. Hanem a másik három Orbáni delegált fogja jóvá hagyni azt, amire egyébként előtte a büfében öten megbeszélték, hogy ennek így kell lennie a rendszeren belül, mert ez az utasítás a bűnszervezet felső struktúrájától ez érkezett, ennyit kell oda visszaadnunk, ennyit majd azért valamit fordítsunk az, fordítsunk az egyetemekre is. Az Európai Unió most bejelentette két napja, hogy hát ez nem az. Ez nem az a törvény, amit megoldja azt a problémát, amit én feléd, feléd jeleztem, de erre még ha lesz idő, akkor a mai nap egy picit vissza fogok térni. Azt hogy Ari Tiborné kérdezi, hogy ön szerint a pártok miért nem szorgalmazzák az egy -e, EU ügyészséghez való csatlakozást. Én nem tudok olyan, ezzel röviden fogok válszolni, én nem tudok olyan ellenzéki pártról, amelyik ezt nem mondták. Tehát amelyik nem tudnám behozni rengeteg megszólalásból, csak töredék. Tehát a, a kérdést, amit Ari Tiborné föltett, az is azt mutatja, hogy a média felületen keves lesz a hozzászólást. Hát azért, mert a média felületnek a 95-98%-át Orbán Viktor felügyeli. Az Orbáni rendszer propagandistái felügyelik. Ott természetesen csak olyan megszólalások vannak, amelyek megtévesztőek, én most nem akarom így mondani, a valóságnak sem felelnek meg, hát alaptörvényben behelyezték, hogy az, a, hogy az ügyészségi tevékenység, az a magyar ügyészség monopóliuma, tehát a nyomozati tevékenység az ő monopóliuma, tehát nem lehet behozni egy másik szervezetet, mert ez van az alaptörvényben. Hát eddig 11-szer módosították, körülbelül, ha ma bejelenteni Orbán Viktor, holnap után meg lenne a 12. módosítás, amelyik az alaptörvényben azt mondaná, hogy a magyar ügyészség és az ilyen és ilyen témakörökben az Európai Unió ügyészsége teheti ezt. De hát a Orbáni bárványi vándóknak, akiknek az a lényeg, hogy mondjon valamit Orbán Viktor. Ja, mondjon valamit. Annyi bőven elég. És ön is, és a bárványi vándók is 98%-ban ezt hallják. És nagyon ritkán hallják, mert hogy televízióban legfeljebb néha az RTV, rádióban szinte alig tehát nem kimutathatóak a, a, nagyon szűk rádiók, amik még azért egy-kettő működik, de mondjuk a klubrádióban hallhatta, hogy online felületen az online médiának a 10-10 százaléka, -10 -10 ott talán egy kicsit nagyobb az ellenzéki arány, mondja el, hogy, hogy az megoldás, az, hogy megkapjuk az uniós pénzeket, amelyet azért nem kapunk meg, mert a felhasználását nem látják biztonságosnak és a demokratikus jogoknak megfelelően. Ha az Európai Ügyészséghez belépünk, akinek ennek a kivizsgálása a közelezettsége közé tartozik, akkor nagyjából nem azt mondom, hogy ez, ez elégséges lenne, hiszen nem csak esérti a jogállamisági alapértékeket Magyarországon, de már szinte majdnem biztos elindulna a, foly a folyósítás. Tehát már majdnem biztos elindulna. De ezt nem hallja. Tehát a, bár nincs olyan ellenzéki politikai párt, aki ezt nem szorgalmazná, de ez olyan ritka megjelenési lehetőség a számtalan más napi kérdések mellett, a borzasztó kis felületen, hogy abból az az érzése támad nagyon sokaknak, még az Orbán kritikusok körben is nagyon sokaknak, hogy nem mondják eleget. De az úgy, hogy nem szorgalmazzák, az úgy nem felel meg a, a valós helyzetnek, kivétel nélkül mindegyik, amit én elmondtam, nagyjából ezt sokszor elmondta. Sándor Réter kérdezi, mi a véleményem a debreceni gyárral kapcsolatosan. Az elmutatásban is kérdezétek? most rövidebben fogok, eh, fogok rá válaszolni. Eh. Én általában szakértőként, és amiket beszoktam nektek mutatni, hogy kik azok a szakértőknek a véleményét próbálom felhasználni a ti kérdéseiteknek a megválaszolására. Ugye? Tehát én azt gondolom, hogy ez az oldal, amit én fönntartok, ezt azzal a célral tartom fönn, ez egy szakértő oldal. Mostantól mindig ez fut alul, mert olyan sok új, bekapcsolódó mondja, hogy miért nem szólhat hozzá, miért nem fejteti a véleményét. Ez nem egy fórum oldal ez egy szakértő oldal, ahol az én, a ti kérdéseitek adják meg a témákat, például csütörtök esténként, máskor egyébként a rendkívül megszólalásokban azt én határozom meg, de az itteni kérdéseitekre mindazt mindig elmondom, a saját szakmai tudásomat használom föl, és az általam releváns Tudós, nem politikai befolyásolt, következetes, nagy szakértelemmel rendelkező szakértőknek a által elmondottakat próbálom összefoglalni, és azt szerint nektek a kérdésetekre válaszolni. Ez azért tartottam most fontosnak a konkrét kérdésben is, és ezt talán akkor, hogy máskor kevesebben tudom, nem vagyok az akkumulátorgyártásnak, nem vagyok a, a tudója és rontja a szakértői gondolkodásomat, hogyha kizárólag ilyen hipotézisek alapján mondok róla véleményt. Nem azt jelenti, hogy nem követem. Követem a médiába, követem a sajtóba. Vonok le belőle következtetéseket, de nem tudok szakértőit, mert a területnek nem vagyok szakértője. Tehát nem tudom megmondani, hogy milyen a környezetkárosító hatása az akkumulátorgyárnak. Tehát ha abból gondolkodunk csak, hogy minden akkumulátor veszélyes hulladék. Je. Tehát mindegyik, amit forgalomban hoznak a szabályok szerint, borzasztóan ott van mellette, hogy nem dobhatod ki a háztartási hulladék a szemétek között, szemét között, ha, hanem azt gyűjtőhelyre kell vinned, személyes, a, a vállalatoknak nagy pénzért veszélyes hulladékként kell megsemmisíteni, mert veszélyes hulladék. Na most, hogyha egy olyan terméket állítok elő, aminek a végterméke veszélyes hulladék, akkor én azt gondolom, hogy azért annak nagyon nagy lehet a környezet terhelése, de nem a szakterületem. A jog már egy kicsit jobban. És az, hogy mondjuk a minap, tegnap vagy tegnap előtt, ha jól tudom, Kínában a törvények megszegéséért méghozzá a saját zsebre való dolgozás van, tehát hogy hova viszem a vagyonomat, hogy hogyan mentem ki a vagyonomat, Emiatt lecsartóztatták ennek a mamutipari vállalatnak, tényleg óriási vállalatnak, a két tulajdonosát, aki itt most Debrecenben ugye e, gyártatok építeni. Akkor azért azt kell látni, hogy ezektől az emberektől nem áll túlzottan távol a megállapodások, a törvényi környezet, stb. a, a kihasználása. Hogy kénytelenek kihasználni, azt nem tudom, nem nagyon érzem, mert ha egyszer a kínai törvényi keretek között is, ha jól hogy a, a, a hírek szerint mintegy 10 milliárd dolláros vagyont halmoztak föl. Az ő vállalkozásuknak az építkezésével, akkor nem lehet azt mondani, hogy mindent elvesznek tőlük Kínába, és ezért megpróbálják kimenteni a forrásaikat, hogy azokat hatékonyabban, versenyképesebben tudják felhasználni. Szóval azért minimum felhívó, hogy akivel a magyar állam partneri szerződést köt, az egyébként a, a pénzeknek a játékával, a kiátszásával, az a, a törvényeket meghaladó átcsoportosításával végzi a tevékenységét. Ezért azt gondolom, hogy azért ez, hogyha a magyar állam ezeknek az embereknek szerződés alapján iszonyatosan nagy visszanemtérítendő támogatás is, akkor abból is lehet, hogy keletkezik olyan profit, amely majd nem fog Magyarországon maradni. Kicsit árnyalja a képet ebben ezt a kérdésre a be is eszem, hogy mindezt Kínában tartóztatták le őket, azért a kínai jogrendszer az hasonlóan a magyarhoz, talán még egy, ebben a pillanatban még talán durvább is, a szíve, azért ott azt mondani, hogy ott a bíróságok, meg az ügyészség, meg a letartóztató rendőrség, meg a válthatóság, az mondjuk az emberi jogok minden elemének a tiszteletben tartása mellett teszi, tehát csak olyan esetben tartóztat le mondjuk két szemét, ha az egyébként nem csak a kínai törvény szegi meg, hanem a kínai törvény nem volt ellentétes az emberi jogok egyezményében a tulajdonra vonatkozó joggal. Azért ez egy vizsgálattárgya tárgy, lenne. Hát minden esetre nagyon sok mindent lehetne csinálni a világban és Magyarországon. Azért nem gondolom, hogy ami mellett, aminek bizonytalan a szerződő partnerem, A másik oldalon pedig veszélyes hulladékot fog előállítani. Azért ott meggondolnám, hogy biztos-e, hogy Debrecen városának erre van szüksége. Szerintem nem lehetne szakszerűen más befektetőket is találni, nem véletlen, hogy itt Magyarországot találták meg, és Magyarországon nem csak engedélyt kaptak rá, hanem még rengeteg közpönt is kaptak rá. Ha még ehhez hozzáteszem, hogy Orbán Viktor Szijjártó Péter egy bűnszervezetnek a legfelső vezetői, akik az államközi megállapodásokban olyan emberekkel szerződnek, amelyből ők, kett, ők egész pontosan Orbán Viktor és a szervezete, biztosan nem jár személy szerint is rosszul. És így lehetnek a családtagjai hirtelen, pár év alatt az összes családtagja, legyen az veje, tehát fantasztikus, a lánya, ugye, az apja, de a minden családtagja, az lehet az ország leggazdagabb emberei közé tudnak kerülni. Csak Orbán Viktor kett szól, hogyha az ő szavaival szeretnék érni. Szóval Azért nem a szívem csücske, a debreceni akkumulátorgyár. István kérdezi, hogy lehet tudni, hogy mennyi az állam adósság havi törlesztés, és mennyi a tőketörlesztés. Tőket, tőket lehet tudni. Természetesen fejből pontosan nem tudom megmondani. Tehát ugye a, a, az egészben. De lehet tudni, ezek, ezek egyébként nagyjából elérhető, tehát a költségvetések elérhető adatsora több tízezer adattal rendelkeznek. Ott lehet tudni, hogy a költségvetésben az elmúlt évben, két évvel ezelőtt, öt évvel ezelőtt mennyit fordítottunk tőketőlesztésre, mennyit fordítottunk kamattőlesztése, mennyivel nőtt vagy csökkent adott pillanatban az államadóság. Még ha manipuláltak is valamilyen szinten ezek az adatok, de már ezt olyan szigorúan ellenőrzi az Európai Unió, hogy nem itt csalnak Isten, Isten, igazából. Tehát ezeket meg, meg lehet tudni. Az biztos, hogy a szükségesnél sokkal többet. És az, hogy a, talán a mai napon hallottam meg én egy összegzését a magyar kormány tegnapi üléséről, szám szóval Gulyás Gárgely ma tartott összegzés, hogy milyen sikeresek voltunk a 2022-es évben, és ott bemutattak számokat, amelyek csökkentek, és akkor mekkora a foglalkoztatottság, csak ugye a magyar foglalkoztatási számba bele számítják Magyarországon a külföldre elmenekült külföldön dolgozott több százezer magyar munkavállalót is, akkor ha ők egyébként 6-700 ezerre, 800 ezeren elhagyták Magyarországot, akkor a magyar munkaerőpiacon logikusan felszívó képesség jelent meg a helyükön, 6-800 ezerrel több, ugye, és akkor eztől magas foglalkoztatás alakul ki. Tehát hogy ezek azért manipulált számok, és a valóság az, hogy ha azt, és ezt ugye tanítom a, 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 a szabad egyetemi képzésnek is része, hogy meg kell érteni az lényeget. Tehát mindig abból kell kiindulni, hogy nem az a lényeg, amit ma a híradóban e, bemondtak, bemondott Gulyás Gergely, vagy a szor, a kormány hanem a tavalyi évben ismét lejjebb, most már az utolsó helyre csúszott a magyar gazdaság versenyképessége. A magyar infláció a világon a tizedik, Európai Unióban pedig a legmagasabb. Ha ezt a számot értjük, a magyar élelmiszer emelkedés az Unióban a legmagasabb volt. Nem Akkor ez nem siker gazdaság, hanem ez tragédia. Az Európai Unió államai közül, akiknek közel azonosak a feltételrendszeri, egészen biztosan mi szerepeltünk 2022-ben a lehetőségeinkhez, a környezetünkhöz képest a messze legrosszabbul és elég ennyi, és onnantól el lehet engedni azt, hogy konkrétan hány milliárd forint, amit mondjuk most tőketéze, vagy kamatra, kamatra forítunk. Lehet tudni, hogy a, az orosz, mert azt hiszem, hogy az talán valamilyen szinten kiszivárgott, hogy a, az atomerő építéshez egy 4-5 százalékos kamatra kaptunk, akkor hitelt az oroszoktól, amikor az Európai Unió tagjaként, vagy az Európai Unióban mondjuk a a helyreállítás alap, stb. közösen felvett hitelnek mondjuk 0,3, 0,8 vagy 1,1 százalékos a kamata. És ez 100 és 100 milliárdos nagyságrendű, vagy milliárdos nagyságrendű, eurómilliárdos nagyságrendű hitelek esetében, ez azt jelenti, hogy az ötszörösét, tízszeresét, húszszorosát fordítjuk, mint amennyit, ha demokratikus elven, és a helyünknek megfelelően és felkészült pénzügyi és gazdasági politikusokkal és egy bankelnökkel dolgozom Magyarország, mint amit akkor kellene. Egy kérdésre tovább megyek, a, egy poszttal tovább megyek a saját területemen, amit előkészítettem. Majdnem mindent érint a kérdésetek, de hogy egy kicsit ide-oda Lehessen ebből vándorolni. Ez egy rövid kérdés, rövid dolog lesz. Beszéltünk róla, sokat hallhattuk a nyilvánosság előtt is arról, hogy mit jelent az, hogy Orbán Viktor egy rendelettel, egy rendelettel úgymond módosította a költségvetést. Nagyon fontos, hogy még a törvények szerint is egyébként, tehát ezt nem lehet. De ezen túlmenően a költségvetés, az Unióban is erről is beszéltünk, és Magyarországon is a magyar törvények szerint is a költségvetésnek egy nagyon hosszú előkészítő, majd ellenőző folyamatán kell keresztül menni, és úgy kerülhet a parlament elé, és akkor úgy szavazhat róla a parlament, is, és, léphet életben. Beleértve mondjuk a költségvetési tanácsnak is a jóváhagyását, de őnek is egy nagyon szigorú áttekintését. Hát Magyarországon azt, hogy rendelettel, hogy majd később a parlament jóvá hagyja, ez egy jogi abszurdum. Tehát ez egy jogi abszurdum. De hát a szavazógép úgy jóvá fogja adni, tehát nem ezen bukunk a legnagyobbat. Az már inkább, hogy a költségvetési tanács azt mondta, hogy hát ő szerint ez csak egy módosítás, ezért ő neki kevés dolgot kell csak átnézni, és nem kell végigmenni azon a folyamaton. Na de a módosítás, az ott, ahol nincs olyan szám, ami a tanyáron elfogadott költségvetésben megközelítőleg is fennállna. Ha nincs olyan szám, akkor az nem módosítás. Van a szakértői területen, van a szakmában, sőt, még törvényekben is megtalálhatóak olyan elemek, amelyek rámutatnak arra, hogy valami, ami ha egy számokra épül, tehát az mutatja annak a legitimitását, stb. Kötök egy szerződést, és azt mondom, hogy letárgyaltam, hogy én ezt nyújtom neked ennyiért. Akkor ott ugye a számok eltérhetnek a tényleges értéktől, tehát lehet, hogy utóbb ki lehetne mutatni, hogy jó járt a szolgáltató, mert a piaci értéknél 10%-kal többet kapott. De azt mondják, hogy akkor ez egy szerződés, egy szabadság, jól tárgyalt. Tehát, tehát van egy olyan szám, egyébként ez a magyar viszonylatban egy 20%, amely azt mondja, hogy ha azon belül van valami akkor általában kiinduló pontként lehet azt mondani, hogy ha az eltérés 20%-on belül van, akkor az a módosítást igényli, a kiavítást, a reparálást igényli. Ha 20%-nál magasabb, mint ami előtte volt, tehát, akkor az nem az előtte lévő, az érvénytelen. Ami előtte volt, az nem valósult meg. Az érvénytelenné vált, az alkalmatlan, azt újra kell gombolni. Tehát azt a költségvetést, Ja, az, az, az azon a, azt a költséget is, Amely mondjuk 5 ot nyáron fogadták el, és 5 egész os inflációt becsült, és ennek megfelelően e, számította ki, hogy mennyi lesz januárban majd az ő kötelező emelése a nyugdíjakban, amelyik a második legnagyobb büdzse a büdzsén belül, csak hogy értjük belőle, hogy azt 5,6 kal számolta. Majd most 25%-nál tartunk, de az éves infláció, tehát az éves átlag éves infláció 16, tehát a háromszoros, az 300%-os. Az nem 20%-os eltérés. Tehát ezt úgy kellene tekinteni. Na, az elején, az adás előtt volt egy 7,5 perces hofi bejátszás. Most abból a költségvetésről szólt egy. És ezt a nem egész egy percest, ezt bejátszom ide nektek még egyszer. Most egy kicsit magyarázóban. A bolondok házában van költségvetés. Tudod, hogy készült? Három bolondtól megkérdezték, hogy... Hacóat! 90. Hacóat! Pintek! Hacóat! 36. Hogy jött ki? 90ből kivontuk a pénteket. Eh, ugye ez egy vicc, de ami a legszomorúbb az, hogy ez Magyarországon nem vicc. És nyugodtan lehet értelmezni a képet. A bolondok háza, az az Orván Viktor mögött található ugye, parlament. A Szentélyünket, a magyar társadalom és nemzeti elképe, az ahogy ma működik, azt nem lehet egy demokratikus jogrendszer és egy demokratikus jogállamnak a parlamentjének tekinteni. Ami ott bent van, az ha nem akarok teljes letargiába kerülni, akkor azt kell mondanom, hogy bolondok háza és hogy készül a magyar költségvetés? Tehát hogy alakulhatnak ki 300 os eltérések? És nem az, hogy megváltozott a környezet nyáróta? Nem változott meg. Nyáróta semmit nem változott meg. Nem volt olyan dolog, amit nyáron ne tudtunk volna, tehát a nyári költségvetés elfogadás, már volt háború, meg, megbolondult az infláció, Egekbe fölment, a, el, elindult és fölment az energiára, ami azóta visszaesett, tehát negatív irányban, tehát in, in, inkább segítő irányban változott, és de ugye fölerősödött, tehát nem volt semmi. És mégis elfogadott a Költségvetési Tanács, és a Magyar Parlament elfogadott egy olyan költségvetés, amelynek látható volt Közgazdasági egyetem átlagos szinten elvégző valamennyi közgazdásza számára látható volt, hogy semmilyen nem lesz igaz 2022-ben. Akkor hogy készülhetett az a költségvetés? És nem tudja más jobban elmagyarázni. Én személyesen is ismertem Hoffi Gézát, és nagyon becsültem, és, és, a magánéletben is hasonló volt, mint a bohóc volt, sokan, ő mondta, ő is mondta magáról. Én nem azt gondolom, mert azzal a tud, bár a, bohóc az, a, az, mindig a bemutat valamit, ami mögött mindig a társadalom nagy igazságai vannak. Ugye? És ha valaki a kis képernyőn, vagy a hát nagyon régi felvétel miatt, azért is vetítettem be ám ilyen kicsibe, hogy ott még élvezhető, ugye maga, hogy én mondta el, hogy a bolondok házában a költségvetést, a bolondok úgy készítik, és Varga Mihály költségvetése is csak így hozhatta ki azt, hogy a vége egyenlő legyen. A költségvetésnek ugye is nagyon fontos eleme, hogy a végén az van, hogy igen, a szám egyenlő. Tehát ugye ugyanannyi a kiadás, meg ugyanannyi a bevétel. És valahogy úgy kész, és ezt foglalta össze, hogy, hogy a szakmai színvonalat körülbelül ennek felelt meg, hogy megkérdezik az egyiket, hogy tudod-e, aki készíti a költségvetés, tudod-e, hogy mennyi hat szorhat? És akkor azt mondta, hogy 90. Hát ez a szakértelem, ami rendelkezésre áll, vagy ha van szaktudás, ez az elvárás. Hogyha nekem oda a 90 kell, akkor 90. A másiktól megkérdezik, ugye a másik területet, hogy mennyi hat azt mondja péntek. Hát, hogy mellé beszélünk. Ugye? Tehát, hogy egy számot kérdeztek, egy konkrét számot, de hát egy agrárminiszter, vagy az iparkamara elnöke, ugye, és jel, akkor az mellé beszél, ha olyat kérdeznek, vagy Gulyás Gergely a kormányinform, tehát olyat kérdeznek, akkor 66 szorad, az, péntek, Orbán Viktor is jellemző. De hát a végén egy egyenlőnek kell kijönni, és akkor az van, hogy 6 az mennyi a harmadiknál? Hát 36. Hát akkor rendben vagyunk, megvan az helyes eredmény. Hogy jött ki? Ja, hát úgy, hogy a kilencemből kivontuk a pénteket, és abból lett neki a 36. Ennyit ér a magyar költségvetés. Tragédia. Tragédia. És egyébként pedig hát hosszú a szakmai körökbe. Hosszú-hosszú órákat kellene beszélni, ha megnéznénk, hogy oktatásra mit fordítanak hogy azért ma már felkészült a az oktatási szakszervezetek is, amikor kapnak különböző ígéreteket, azt megnézik a költségvetési soron, hogy van-e többlet betervezve? Nincs. Hát akkor föl le lehet buktatni Orbán hogy nem akar oda tenni semmit. Van-e az egészségügyben a szakdolgozókra többet betervezés? Nincs. Hát akkor nem fogadni. Tehát akkor a tárgyalásban hiszen nincs meg. Nincs ott annak a fede fedezeti oldal. Tehát aki egyébként a matematikát olyan tanároktól tanulta, a, akik nem azt mondták, hogy 5 meg 5 az 10, hanem hogy mi, 5 meg 5 miért 10, és az 5 mit, fe, mit mutat neked, a másik 5 mit mutat neked, az összeadásnak mi a logikája, és akkor az eredménye természetes, hogy 10 lesz. Tehát aki megtanította érteni a számokat, azok egyébként egész érdekes dolgokat tudnak kiolv kiolvasni a költségvetésből. Orbánnak volt egy szörnyeteg mondása ezen a héten. Megpróbáltam két témát egy képbe összehozni. Ugye Vármegyéink lettek. Erre is utalt egyébként a Hofi bevezető szám, hogy hova megyünk vissza, tehát, hogy előre kéne, talán nem vissza, és hogy főispányaink lettek. Ez a magyar történet tragédiája. Jó, ha Orbán Viktor Lufi egyszer kiputkan, akkor azért nem ezeket a legnehezebb visszaállítani, és a hely, helyére tenni, hogy azért mi a modern világ felé szeretnénk haladni, és nem abban, amit itt most ugye Orbán Viktor beöltöztetve a saját slepjével ugye megjelenik, de hogy Orbán Viktor a héten előmert adni, és készít föl töteket az Unió elhagyására. Abban, hogy akkor, hogy magyar, hogy a világ blokkosodik, és hogy a magyar társadalomnak a kívánatossága a jövője az azt jelenteni, hogy nehogy ott, csatlak, nehogy ott legyünk valamelyik blogban. Na de könyörgöm. Értsétek meg, Orbáni bálványi vádok, akik még azért az Unióból nem akarnak kilépni. Kérem, hogy ti is értsétek meg. Ha nem akarunk ott lenni egy blogban, amelyben ma ott vagyunk, az Európai Unió és a NATO tagjai vagyunk. Ha nem akarunk ott lenni abban a blogban az azt jelenti, hogy ki fogunk onnan lépni. Ez ilyen egyszerű. Hát ezek a megszólalások, amiket egyébként Orbán Viktor különböző helyszíneken a közönségnek is mond, de azért tudja, hogy a mai világban ez meg fog jelenni, ezért ugye a saját híveinek is elmond. A saját híveinek még hozzáteszi, hogy a következő tíz évben mi nem fogunk egyik blokkhoz sem tartozni, magyarul kilépünk a Unióból és a nato -ból. nem fogunk egyik blokkhoz sem tartozni, és Magyarországból középhatalom lesz Orbán Viktor által. Orbán Viktor az elmúlt 33 évből 17 éve, több mint a felett a rendszerváltásunk óta az ország miniszterelnöke, de az utolsó 13 évnek is a miniszterelnöke. Ez alatt a csatlakozó régió egyik vezető, hatal, vezető gazdasági eh, hatalmából, gazdasági és egyébként politikai befolyásolásában is. Magyarország politikai befolyás, eh, befolyása a 90-es években, vagy a 90-es évek elején rá, különösen, nem akkora volt, mintha 10 milliós ország Európában, hanem mintha 500 millióan lettünk volna. Sokkal nagyobban odafigyeltek rá, nagyon odafigyeltek a lengyelekre is, csak mind az ötször nagyobb lengyelországra. Mert úttörők voltunk, élenjárók voltunk. A gazdaságunk néhány mutató kivételével, és abban néhány mutatóban is csak azt hiszem Szlovénia és talán és Csehország volt előttünk, de a legelején voltunk. Tehát a legelején voltunk. Ebből már a Orbán Viktor az elmúlt 13 évben mindegyik lényeges mutatóban az utolsó helyre vitt minket. A legesleg. Nálunk a legnagyobb az infláció. A magyar emberek vásáró eleje az unióban a legalacsonyabb. Az azt jelenti, hogy mi vagyunk a legszegényebbek. Tehát azért a pénzért mindegy, hogy mennyit el, hogy megduplázta, mondta, nem, nem tudom, amikor Varga Mihály, hogy megduplázták az elmúlt 10 év a pedagógusbért a Pedagógusaink a bérükből az Európai Unióban a legkevesebb ételt, lakást, fogyasztási cikket, könyvet, kultúrát tudják megvásárolni. Az Unióban mi vagyunk a legszegényebbek. A magyar vállalatok jövőképe a legrosszabb, mert a magyar vállalatok versenyképessége az Unióban a legalacsonyabb. Ezt érte el Orbán Viktor, még számtalan. nálunk kórházi halálozásuk száma a legmagasabb. Az infláció a vil nem az Unióban a legmagasabb, ott a legmagasabb, hanem a világon a tizedik legmagasabb. Az élelmiszerinfláció az ö, ö, Unióban a létező legmagasabb. Ja, Tehát Ezek ebben a mutatókban vagyunk. Ezt érte el Orbán Viktor, az ő most utolsó 13 éve alatt. És azt mondja, hogy álljatok mellém, mert én vagyok az az ember, aki, össze, aki középhatalmat fog csinálni Magyarországból, a többiekhez képest előttérbe kerül, motor lesz. Ezek egyébként korábbi mondatainak nagyjából az ismétlései. Tehát az az ember, aki belökött minket a legmélyebb uniós szakadékba, azt mondja, hogy bízzátok rám a kimentést, és az összes többi be fog esni, mi meg ki fogunk innen menni hogy hogyan, arról egyetlen szót sem szól. Egyetlen egyet sem, mert ugye az nem egy terv, hogy nem fogunk tartozni semmelyik blokkhoz. Magyarul kilépünk az unióból. Aki az elmúlt 13 évben azért nem estünk relatíve is nagyon sokat vissza, mert évi 5-6 százaléknyi unió GDP-nek megfelelő, tehát gazdasági növekedés megfelelő uniós támogatást kaptunk. Konkrétan, hogy mit fog csinálni, Azzal, és abból miért következik, hogy mi középgazdasági és befolyással rendelkező leszünk, a legelszigeteltebb politikussá vált az egész Európai Unióban, de a Visegrádi négyekben is. Tehát minden, ahol ma vagyunk, ott legháttul vagyunk, és azt mondja, hogy majd minket előre visz. Tehát azt gondolom, hogy már tényleg a bálványivárdásnak, ami hihetetlen magas fokán kell állni annak, aki még mindig hisz Orbán Viktornak, és milliók és milliók vannak ebbe a bálványi váratban, és nem gondolom, én értem, tehát szakértőként értem, hogy a média hatalma óriási. Ezért is van bent a nemzetközi emberi jogokban és az, az, az egész uniós jogrendszerben, hogy a médiának a tiszta képet kell adni. Tehát, hogy megismerhesd a saját érdekeket, é, é, érdekedet, de nyílt világban, azért egy nyílt világban vagyunk. És ebben a nyílt világban, már azért, mert elfoglalta a média 95%-át. Ne tessék nézni a 95-öt. És akkor nézettség oldaláról az 5-ből 20 lesz, vagy 30 lesz. Tessék azt nézni, tessék kritikus és normális szemmel nézni. Érteni, hogyha valamiben 27-en vagyunk, és 26-an a pontosan a homlok egyenest ellenkező állásponton vannak, akkor ugyan van egy 5% esélye, hogy nekünk van igazunk, de 95% tehát 95-19-szer nagyobb esélye van annak, hogy hazudnak nekünk, hogy Orbán Viktor hazudik nekünk. És hát ugye nem hagyta ebbe ezt a befolyásolási szerepet, majd uh, még talán a uh, erre kiszatérek, de most megígértem, hogy válaszolok egy pár kérdésre. Hogy mi a véleményem, kérdezi Katika Jesenskine, ha jól olvasom, elnézést kérek, ha távolról, nem, nem, pontosan olvasom valakinek a nevét. Az én, mi az én véleményem arról, hogy Debrecenbe építendő akkumulátor jár két kínai? Erre a kérdése válaszoltam. Nyilván a kérdés már sokkal korábban megjelent, úgyhogy nem ő tette föl, nem Katinka tette föl kérdésen a kérdés, csak nálam későn jött elő, de erre már kitértünk. Gina kérdezi, hogy egy egyszerűen örül nekem, én is Ginának, ráadásul a Gina név az tényleg egy olyan az, az, veszélyes, tehát meg kell felelni. A, ez olyan, mint a Mercedes. Tehát, hogy amikor egy szülő a kislányának a Mercedes nevet adja, akkor azért nagy felelősséget vállal. Mert, mert a Mercedesnek, amikor főnő, akkor nagyon csinosnak kell lenni, nagyon ápoltnak, nagyon okosnak. Ugye? Tehát hogy vannak nevek, amelyek, amelyek sugalnak valamit, a Gina is ilyen, így viszonoztam, hogy örülk nekem. Azt mondja, még mindig láttam magam előtt a égi szalak címet, palotás jár a kormány. Jó, ez egy vélemény megjegyzés volt, amit beolvastam. Nagyon szépen köszönöm, de, de ezt a, nem tudom, ez, hogy se kell, nincs, rá, nincs rá szükség, de köszönöm szépen elismerés természetesen a számomra. Tíma kérdezi, hogy mi a véleményem a Vodafone felvásárlásáról. Na, erről mindenképp szerettem volna nektek beszélni, és talán pont a következő kép is. Ugye feledékenyek vagyunk, de nem mindenki, én nem. Az első a panon felvásárlása volt, ma jettel név fut, hogy véletlenül se emlékezetek, emlékezetek, rá. Az első annak a felvásárlása volt, ami a nerhez került. A háttérben, ha jól figyelitek, aki ügyes és jól figyeli ezt a posztot, akkor látja a 4 pontot. A 4 egy magántársaság, magántársaság. De, társaság. De az is a NER, a legmeghatározott társasága, amelyek már idejekorán megfelelő szerződésekkel és jogszabályi hátterekkel Orbán Viktor átjátszott magához. Az ő befolyása egy írtsik mindig az, az ő befolyási környezetében. Ma valóban egy mamut cég, de hát milyen lenne? az Antenna Hungária, mert ha így emlékeznénk ugye a, 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 névre a részében, az a magyar állam egy személyes vállalata volt valamikor. És mint minden normális állatban, vagy a legtöbb normális állatban, nem állítom, hogy ez kivétel nélküli, de ott, ahol egyébként egy korrupt bűnszervezet az ámvezetője, ott nagyon-nagyon-nagyon nagy veszélyt rejt magában, vannak olyan tárgyak, aminek az állam tulajdonában lenne, kellene maradni. Hát ilyenek például az elektromos hálózat. A vasúti sinek, Tehát a vasúti hálózat. Ha akkor, ha tetszik, akkor vasút is, de vasútból esetleg működhet rajta több. De az, hogy lehet több áramszolgáltató, de egy vezeték fog elmenni egy lakáshoz, ezért azt, hogy azon sokan osztoznak, és az osztozók egymást ne játszhassák ki ahhoz csak a elektromos hálózatnak, vagy a vízhálózatnak, vagy a csatorna hálózatnak az állam kellene lenni. És szép lépésenként, lépésenként ezeket a vagyonokat Orbán Viktor az elmúlt 13 évben elvette tőlünk. És ma magántársaságoknál van, olyan magántársaságoknál, amennél a működtetés, a működőgötte, én okkal véleményezhetem, hát nyilván nyomozati jogkörre nem rendelkezem, de nyugodtan okkal véleményezhetem, mert más magyarázata nincsen, hogy miért kerültek át a döntési körök, az Antenna Hungária vezeték hálózata, és még sajos, nagyon sok minden a 4 És utána több lépcsőben, hol még Száros Lőrinchez közvetlenül, hol a 4 keresztül, oda kerül a pannon, ami eredetileg egy észak-európai cég volt, telekommunikációs cég, nem is kicsi, Európában nem kicsi a világon, talán nem olyan nagy. De hát az állami közpénzből föl lehetett tőkésíteni személyeket arra, hogy azt meg tudják venni. Hát nagyobb falat volt a világ talán a legnagyobb telekommunikációs szolgáltatójának, a Vodafonnak, a Vodafon Magyarország megszerzése. Oda azért több idő kellett, de ez is sikerült. Itt azért még be kellett avatkozni, hogy a forrási megkapja a döntési jogot, 51%-ot, 49%-ot a magyar állam betes saját magadát, ugye nem nála van a döntés. Tehát ez semmi más nem jelent, mint hogy ne legyen olyan látványos, hogy egy magántársaságot tőkésített föl. De az úgynevezett őrészt, amit a forrási fordított, az is kis döntő részében, hogy egy Vodafont meg tudjon város, vásárolni, ahhoz hitelt kellett felvenni, és ez a hitelhez az állami garanciát, és a garanciát az a magyar állam adta. Tudja, ezért gyakorlatilag a magyar állam közpénzből fölvásárolta a Vodafont egy magyar magántársaságnak, amely már birtokolta a volt pannont, a jettelt. Így a kettő együttesen már azt hiszem, talán meg is haladja a Telekomnak, amit még nem vásárolt, de hát még hátra van. Tehát a teljes megszerzéshez azért még ez sem teljesen kizárt. Na a világ minden demokratikus jogrendszerében azért az, hogy a telekommunikációs piac, mert a médiapiac 95%-a már Orbán felügyeltől van. Hogy a telekommunikációs piac, a sugárzások, a hálózatok, és mind Orbáni befolyás alá tudjon kerülni, eh, ahhoz ilyen mamut szereplőnek a létrejöttét a versenyhivatalnak a magyar törvények szerint is ellenőriznie kell, megjegyzem az Európai Unió hivatalának is ellenőriznie kellene. Orbán azonban jogszabályt alkotott, amit nyilván nem erre találtak ki, hogy egy ilyen nyilvánvaló a monopól helyzet irányába ható összefogást megtiltson, hanem azt mondja, hogy elég nekem egy olyan kört a, a saját bűnszervezetemnek egy olyan pozícióját, bizalmását meghatározni, akihez ezt áthelyezem. Nem akarom nyolcnál. Egyébként ez a problémája az egyetemek alapítványainál is, hogy azért ő neki kellően a bűnszervezetében össze kell játszania a kormányának számos tagjával, meg azok családtagjaival, mondjuk egy igazságügyminiszterrel, az a, a egész e, Rendszer vagy egy Széjátó Péter külügyminiszterrel, tehát, hogy neki ez össze kell játszania, és azért a nagyon bizalmas ember, aki nagyon sok mindenre rálát mert nem csak arról szól, hogy minden éve mennyi közpénzt adunk mondjuk az egyetemi alapítványoknak, hanem rögtön úgy indított, hogy ezer milliárdos vagyont adott át oda. És ugye ezek az alapítványok nem csak az éves pénzek felett rendelkeznek, hanem a már magánosított ezer milliárdos közvagyon fölött is rendelkeznek. Nincs azért, ha nagyon sok a bizalmi emberem, az nagyon veszélyes. Egy, lebukhatok, ha valamelyik meggondolja magát vagy túl önálló lesz, és akkor utána, mikor börtönbe kerülne valahol külföldön, akkor esetleg kinyitja a száját. Ja, és, tehát, hogy a túl sok az ilyen szempontból nem jó. Kettő, ha túl sok bizalmi emberem van, így is vannak mindig olyanok, akik átmenetek, úgy gondolják, hogy ma van -e erős a pozíciójuk, hogy a következő lépcsőfok Orbán helye. Hát ilyen volt Lázár János, megkapta a figyelmeztetését, visszavonult. Ugye, és akkor most, ha visszavonultál, akkor újra kaphatsz pozíciókat. De azért ilyen jelentkező még van. Tehát Rogán Antal is ott van. de ilyen volt Simicska Lajos is, akit a vég, vég, végleg partvonalon kívülre kell tehezni. Tehát ha nagyon sok befolyásos emberem van, és az, azokra osztom szét a bűnszervezet működésének pillérjeit, akkor... Egyre több olyan személy lett, amely személyiség zavarában Orbán Viktor hatalmára tör. Orbán Viktornak ez nem egy új személyiség jele. A Fideszbe 1990-es években, ahogy a Fideszen belül, akkor Fodor Gábor népszerűsége megnövekedett, kitúrta, kitiltotta a Fideszből. Ahogy a Fideszen belül Ungár Klára gazdasági szakértelme számára kellemetlenné vált, mert népszerűvé vált, meghallgatták, sokat odafigyeltek, és nem mindig azt mondta, amit Orbán Viktor akkor nem volt péntek reggele, de Orbán Viktor kibőfentett a száján, Ungár Klárát kinyomta. Szelényi Zsuzsa is ugye a körbe tartozott, kinyomta. Tehát ez Orbán Viktornak a Bibó kollégiumból való kilépését követő első perszéktől a személyiség jele. Ezt mindig is tudta, csak egyre magasabb szinten gyakorolja. Ezért azt mondta most egy jogszabályban, ugye, hogy a gazdasági versenyhivatalnak ezt az összefonódást, mert kiemelt állami érdek, mi a kiemelt állami érdek, hogy egy magáncégbe kerüljön a, a többsége a magyar telekommunikációs rendszernek? Egy magáncégbe kerüljön mi akkor nyilvánvalóan a joggal való visszaélés. Én azért gondolom, hogy ebből még lesz gondja az Európai, Európai Unióban, Orbán, Orbán Viktornak. Úgyhogy hát ezt kell látni, és akkor ebből lehet érteni, hogy igen. Tehát azt gondolom, hogy a telefonjaink, SMS üzeneteink e, 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 a, a, biztonsága eddig sem volt túl magas, de hogy az évek, de most már rendkívül alacsony. Tehát, de én mindig azt szoktam mondani a velem tárgyaló partnereknek, hogy te hogy védekezel, elmondom nektek, vodafonos vagyok. Évtizedek óta. És talán most még ezért sem fogom megváltoztatni, mert már nincs mire. Tehát most csak azt kellene csinálnom, mert talán meg tudnám, hogy beszállni valamelyik, tehát befizetni valamelyik osztrák telekommunikációs cégnél, kiváltani egy korlátlanul unión belüli telefonhasználatot, és azzal itthon. Hát ezen még azért majd elgondolkodom, de nem szeretném megváltoztatni a számomat. De hogy azt kell tudni, hogy eddig is azt szoktam mondani a partnereimnek, ezt kezdtem el, hogy hát hallgassák le. Volt egy kiemelt partnerem, nagyon kedve, kedvelem őt, az üzleti életben ő a nullából indulva én végig tudtam követni az elmúlt 20-25 évet, hogy az legsikeresebbek közé került, és akkor beszéltünk, és azt mondta, hogy János mi a véleményed arról, hogy most, hogy beszélgetünk, hogy telefon, telefonon vigyázol rá, mert hogy lehallgatnak téged. Erre mondtam neki, hogy engem valószínűleg, téged, aki a sikeres üzletember vagy, túl önálló háttal, téged meg száz százalék. Hát ez ma Magyarország, ezt mindenképpen, mindenképpen tudni el. Azért én azt gondolom, hogy ez nem állt itt meg, nem tudom, hogy a Telekom, ami egyébként már több üzletágát eladta, Orbán viktori érdekeltségi rendszerének, meddig marad még itt, mert hát azért a Német Telekom azért ma még független, tehát az, az ő magyar leányvállalata és független, és korlátlan utasításokat a magyar titkosszolgálati szervek neki se tudnak adni, tehát hogy meddig már nem állt le, de mondom én szerintem a Uniónak, aki úgy látom, hogy elkezdte, és felvette a kesztyűt Orbán Viktorral szemben, nagyon soká, hihetetlenül soká, nagyon sok kárt okozva az Uniónak, és a magyar társadalomnak, de ma már felvette a kesztyűt, nem hiszem, hogy ezt ennyiben fogja hagyni. Azt mondja, hogy szintén Gina kérdezi, hogy mi a kínai hittel Tárgyi, tárgyi fedezete. Nem tudok, nem, nem akar Gino, hogy mi a fedezete, amit fölvettünk kínai hitelt. Ugye Orbán, aki mikor ellenzékben volt, óriási beszédeket tartott, hogy a nagy nemzetközi szerződéseket, amit évtizedeken keresztül a gyerekeink is fognak visszafizetni, azt nem lehet titkosítani. Annak a főszámait semmiképpen nem. Tehát például azt, hogy a hitelt mennyire, mennyi hitelt vettünk föl, és abban mennyi, mennyi kamatot fizető. Globál számokból majd lehet, de hogy a fedezeti, tehát hogy a hitelnek mi a garanciás eleme, azt szerintem nagyon kevesen tudják, én biztosan nem tudom, de olyan fedezeti elemeket raktak be azok az országokba, akik már ráfizettek a kínai hitelekre, amelyek Legalábbis felhívják a figyelmet, hogy veszélyesek, amit a kínaiak követelni szoktak. Például fedezetként szokták követelni az állami tulajdonban lévő legnagyobb infrastruktúrális egységeket, tehát például kikötőket terminálokat, vasúti terminálokat részébe. Hiszen azt mondja, hogy akkor én onnantól fedezetben, ha te ezt nem tudtad visszafizetni, akkor megszereztem a te, ott egy tengeri országnál a tengeri kikötődet, ugye, megszereztem a saját általad épített vezetékekben, vagy az által, a te általad finanszírozott energiakitermelőhelyeket, vagy, vagy esetleg a paksiatom erőművet de azt gondolom, hogy azt nem, mert azt szerintem ott az oroszok tették rá valamilyen szinten, biztosan valamilyen szinten a kezüket, tehát nem tudom megmondani, de életveszélyes fedezeteket kértek, és vannak országok, amelyiknél ezek a fedezetek, a fizetésképtelenség beállt, a fedezeteket a kínai, állam behajtotta, és ott jellemzően arról szólt, hogy az ország infrastruktúráját infrastruktúrájába szereztek kisebb, nagyobb vagy döntő befolyást. Marika Jánosné kérdezi, hogy miért nem követeli az ellenzék az egyetemi koratónium megszüntetését, Fidesz politikusok eltávolítását vissza kell adni az egyetemek függetlenségét a politikáról. Nem tudok Marikának mást válaszolni, mi nem itt válaszoltam, az, hogy miért nem követeli az, egy, az, az ellenzék a ügyeséghez való csatlakozást. Nem tudok olyan nem tudok olyan ellenzéki pátról, amelyik ne követelné, és a tegnap, tegnap előtti óta pedig fölhangosította azt a követelését azon a borzasztó kis felületen amelyben azt hiszem, hogy valamelyik párt közül, vagy a DK, vagy a Momentum törvényjavaslatot is benyújtott, de nem fog átmenni a bizottságon, tehát a parlament elé sem fog kerülni, mert kétharmad mandátummal rendelkezik egy maffia állam a parlamentben. Ezért nem fognak róla szavazni. De törvényjavaslatot is benyújtottak arról, hogy nem lehetnek a politikusok. Tehát ennél többet hogy követelhetné, mikor benyújt egy, de eddig is követelte, mindig követelte, nincs olyan ellenzéki párt, aki ne követelte volna, nem, ne szólalt föl az alapítványi egyetemek jogszabályi környezetével szemben, a kuratórium zártságával szemben. Egy pillanatra az ennek a kérdésként visszatérnek a ugye itt az Erasmus program és a horizont program, ami most kibuktatta két nappal ezt a kérdést. A napokban jártam az Európai Unió Bizottságának egyik képviseletén, az olyan, mint egy nagy, nagykövetségén, nagyon kedves tárgyalást és nagyon eredményes tárgyalást folytattam, arról majd lesz egyébként egy külön beszélgetés itt, de hát a mellékzöngében, mert nem ezért mentem tárgyalni, hiszen akkor ez mikor megbeszéltük a január 11 egy találkozót, akkor ez nem volt ilyen szempontból, az Unió még nem hozta napirendre, nem igaz, hogy nem követelte, csak nem hozott benne döntést. És ebben a, a kiegészítő, a készfogások közötti, az üdvözlő magán megszólalások között mondtam, hogy hogy érzékelem, hogy az Unió Bizottsága, ha későn is, de fölvette a kesztyűt, ami Orbán Viktor nem fog örülni, ebben a kérdésben meg, meg egészen biztosan nem fog örülni. De azt is jeleztem, hogy azért én figyelve az Európai Unió Bizottságát, amely megfogalmazotta a, a problémákat, mégis egy szívesen vagy örömmel kapcsolódnék abba, hogy rámutassak, hogy mi az alapprobléma. Mert azért az, hogy a kuratóriumból kivegye a kormányzati képviselőket, nem öröm Orbán Viktornak, előbb kitértem rá, hogy azért az ilyen dolgokat nem szereti túlséles körre bízni, hát ezer milliárdos vagyonokat adott át az alapítványi egyetemeknek, ugye Or 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 Orbán Viktor, és ott van a vagyona. Ja, az egészben is ott van a folyó folyóbevétele ezeken a területeken, de azokat még csak azért másik hű emberre, egy-kettőre ki tudja cserélni, vagy kénytelen egyel, egy kicsit engedni, hogy kicsit szélesebb körből válaszol, olyanból, aki éppen most nem parlamenti képviselő, vagy nem kormánytak. Tehát ezt a, ezeket a kérdéseket alapvetően meg tudja oldani. Azért az Unió azt is elmondta, hogy olyan helyzetet kéne teremteni, amely megszüntetné, hogy ő úgy látja, hogy ezen alapítványi kuratóriumokon keresztül a magyar államnak, a magyar felsőoktatása ezekre az egyetemekre túlzott befolyása van. Én azt mondtam, hogy én értem az unió működését, amelyben azt mond, rámutat a problémára. A probléma ez. De a jogi háttérre is rá kell mutatnia, hogy meg kell szüntetni azt a jogi környezetet, amit Orbán Viktor és csapata, bűnözői csapata kitalált. Az alap probléma, az alap, amiben azt mondta, hogy ezt hosszú távon meg akarom oldani, az azt, hogy az alapítványoknak, aminek nem csak odatta az állami vagyont, nem csak kinevezte a kuratórium tagjait és belületette, hanem az alapítói jogokat is átadta. Tehát ha az, az alapítványt mondjuk egy törvény meg akarná szüntetni, Ja, az egész, vagy, vagy, vagy bármi más, a alapítvány nem a céljának megfelelően működik, az egy alapító jog, hogy akkor-olyankor az alapítványba beavatkozzon. Ha kuratúrunkból kiesik valaki, akkor az alapítónak, a magyar államnak van joga a helyére más kuratóriumi tagot betenni. Ugye ezek alapító jogok. Ha Netrántán kormányváltásra kerülne sor, akkor erre lehetősége lenne az új, mondjuk demokratikusabban működő eh, magyar, eh, magyar kormánynak hanem törvényt alkotott, módosított, alaptörvényt is módosított, annak érdekében, hogy a törvényesség látszatát keltse, hogy az alapító jogokat átadta. Tehát, hogy a kuratórium csak ő magát oszthatja föl. A kuratórium csak saját magán, tehát ha valaki ki, ki, ha betegség, vagy bármi miatt, öregség miatt a kuratóriumból kiszáll, akkor a bennmaradó tagok hívnak be új kuratóriumi tagot. Tehát a kuratórium nevezi ki a kuratóriumi tag társát a helyére. A, a, a helyére. Tehát minden alapító jogot átadott. Ilyenre a világon nincsen példa, mert nem lehet. Erre azt azt mondani, hogy ez egy olyan példa, mint hogy já, azt mondanám, hogy létrehozhatok én egy olyan nagy vállalkozást Magyarországon, amely vállalkozásnak az állam egy törvényel átadja az, ön, az ellenőrzési jogot, tehát a NAV jogosítványait például, és átadja a cégbíróság jogosítványait is. Tehát mindent átad a vállalkozásnak, amely a vállalkozás törvényes működésének biztosítását szolgálja az adott ország nemzeti jogrendszerében. És akkor ellenőrizd magadat, te változtathatod meg a, a tevékenységi körödet, ahogy akarod, minden te csinálhatsz, tehát a társasági szerződéseddel mindennel mindent csinálhatsz, mert átadtam minden cégbírósági, cégbírósági, ügyészi felügyeleti, NAV, vámhivatali, tehát mind, mindenfajta hatósági elemet eh, átadtam a számodra, és azt csinálsz, azt csinálsz, amit akarsz. Tehát, hogy a uniónál is fontos lenne, és ugye azt ajánlottam, hogy én nagyon szívesen adom, azt segítek abban, és ez nem pénzkérdés, tehát a, szíve, hogy, hogy ezeket az alapokra is rámutassak, mert minden napok azok, e, az, azok alapvetően erről szólnak. Tehát így néz ki azt, azt mondani. El kell azért mondanom az Erasmus er er programról, és el kell mondanom a Horizont programról, hogy ott elsősorban pénzekről beszélnek e, legtöbben, természetesen nem kivétel nélkül. Én azonban azt látom, és ezt ma a tegnapi kormányülés után be is jelentette e, Gulyás Gó Gergely, hogy nekik van megoldásuk, mert ameddig ők ezt majd nem harcolják ki, nem fogják tudni kiharcolni, de amíg nem a Európai Unió Bírósága nem döntik meg ezt a szabályt, nem fogják tudni megdönteni, eddig még soha egyetlen egyet perc sem nyertek az Európai Unió Bíróságán, hiszen bűnözők, és a bűnözőknek nem szokott az Európai Unió Bírósága igazat adni, tehát ezt miért nem fogja, de addig a kormány ezt átvállalja és át tudja vállalni. Valamelyik nap láttam, azt hiszem az egyik kimutatásban, hogy az RT, aki a legtöbb eh, diákot viszi a eh, Erasmus programban, meg a kutatási horizont kutatási, az oktatókutatási programjában is, ilyen egymilliárdos, egy másfél milliárdos nagyságrendű ezek, e, e, támogatást kap az Európai Uniótól. Tehát a támogatási pénzek azok a Orbáni éves szinten ezer vagy több ezer milliárdos közvagyonnak az elmagásonosításán belül egy, e, egy hibahatáron belül van. Tehát azt ki is olyan tenni, ki is találták tegnap a kormányülésen, a bejelentette, hogy addig is ők ezt pótolni fogják. De nem erről szól sem a kutatási program, sem az ERAMUSZ program. Az ERAMUSZ programnak ugye a lényege éves szinte 8-10 ezer egyetemistánk. Ez az egyetemistáinknak talán a 15-20 százaléka, most itt ebben tévedhetek, a pontos, pontos számot nem tudom. De ilyen több. 10%-os vagy 10%-os nagyságrendje, az egyetemi évei alatt fél évet, egy évet szakmai gyakorlatot az Európai Unió minőségi egyetemein végez. Tehát, hogy oda megy egy gyakorlatra, és megtanulja, hogy azok a sikeres egyetemeken hogyan folyik az oktatás. Az azon a területen, amelyik területen ő magyarországi egyeteme járt. járt. Ez ebben. És serébe azokról az egyetemekről meg eljönnek, mondjuk a szemőveis Egyetemre, amelyek egy jó nevű egyetem. A Corvinus is egy elmegy jó nevű egyetem, gaz gazdasági egyetem. Az Agrár Egyetemünk is egy jó nevű egyetem. Tehát eljönnek a Magyar Egyetemre, és itt pedig, a, ahogy őt tanultak, azt itt a diáktársaiknak átadják, és egy ilyen cser cserében szereznek sokkal szélesebb látókört, de amiről nem szoktak beszélni, hihetetlen nagy kapcsolatrendszert. Tehát gondoljátok el, hogy egy magyar diák, ha fél évet, egy évet, mondjuk kint van egy német, egy ang mondjuk a Unióban most az Anglia nincs ott, de kint van egy német, egy francia egyetemen, vagy egy svéd egyetemen, vagy egy holland egyetemen, akkor a, vagy ezekben az országokon az a fél év alatt olyan a saját területén lévő eh, emberekkel barátkozik össze, akik az egyetem elvégzése után svéd kórházba fognak gyógyítani, német kórházba, mondjuk ha orvos egyetemről beszélünk, német kórházba fognak gyógyítani, és személyes nexusba tudják tartani, hogy ő hazajött, ő a magyar kórházba fog tanítani, és amikor problémája van, vagy nem problémája, hanem újdonsága van annak az operációs szednek, akkor fölhívja a volt egyetemistatását. Ezek a legfontosabbak. És ugyanez igaz, a kutatói programra, az a Horizon program az Unión belül, amelyik a kutatói programba a kutatókat hozza így egyetem, hogy az egyiknek ad pénzt, hogy itt kutassál, de ugyanaz kutatja egy másik egyetemen, meg cserélnek egyetemet, tehát egy egyetemi kutatásokat. És az nem úgy van, hogy ez szabadon megy. Tehát önmagában az, hogy egyébként a magyar diáknak esetleg fizetni kellene odakint, de hát ha nem fizet, tehát, hogyha ne mondják, hogy köszönöm szépen, de nem jöhetsz ide. Nincs nekünk, ezen a területen ott nincs fizető, a fizetőhelyünk több. Tehát nincs státuszunk. Azt máshol kitöltöttük. De meg a okinti diákot nem hozza ide. Tehát az nem hozza el azt a tudást. Nem alakulnak ki ezek a kapcsolatértelmények. Tragédia. Ez egy olyan tragédia, amivel Orbán Viktornak szerintem nagyon nehéz dolga lesz, nem fog tudni vele mit kezdeni. Itt valami komoly visszalépést kell tennie, vagy nem, fog, nem tudom, hogy mit fog csinálni. De egy mondatot ott látjátok a képen a Corvinus Egyetemet, a Műegyetemet, az LT-nek az egyetemi épületét, meg láttuk egy kockát. Oda kerestem a magyar tüntető egyetemistáknak, hiszen ez egy kétnapos hír. Ma utcán kellene lenni a magyar egyetemistáknak. Hiszen az ő életük, a jövőjük, a jövő kapcsolatrendszereiket egy diktátor és annak a bűntársait teszik tönkre. És nem találtam az újságban tüntető magyar egyetemistákról, akik emiatt már az utcán vannak, vonulnának és tennének. De én nagyon hiszek benne, mert a fiatalság nem viselkedhet másképp. Meg ráadásul nagyon sok tüntetésén ott voltam a diákoknak, csak ők középiskolás diákok voltak. Hogy az lehetetlen, hogy a magyar egyetemisták egy-két napon belül nem lesznek az utcán. Akkor is, hogyha elfoglalták az egyetemi diákszervezetben is, Orbán Viktor és kliensei elfoglalták a diákvezetői pozíciókat. teszték ezt mindenhol. Minden törekvésük megvan az összes szakmai kamarában. Hát miért tették, miért ne tették volna az egyetemeken? Tehát természetesen megtették. De hogy az ottani diákok, ha hát a hők, nem, akkor majd én és remélem, hogy az utcán lesznek. Elérkeztünk az adás végére, ma ennyire tudtam válaszolni, pedig hát sok kérdés van még itt, pillanatra ránézek, hogyan látom a mezőgazdaságot, kérem, hogy ezt tegyet föl, egyet föl Erika a következő adásban, pontos volna erről külön beszélni. Az egyetemi kifizetésekről beszéltem, amit Évak pap kérdezett. Beszélhettünk a telekommunikáció, hogy tényleg fizetős lesz ez a Facebook és a Messenger. Igen, de nem úgy lesz fizetős, hogy emiatt, tehát effektíve emiatt kell fizetni, hanem mindenkinek, akinek van internetje a mobiltelefonján, az vagy korlátlan, őket nem érinti, vagy ha nem korlátlan internetjük van, hanem egy adott gigabányi mennyiség, akkor azon belül, Eddig nem fogyasztotta, amit a Facebookon vagy a Messengeren eh, interneteztek. Azt nem, 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 nem ezt a mennyiséget nem, nem fogyasztotta le. E, e, nem fogyasztotta e, le a, a rendelkezés a mennyiséget, ezentúl fogyasztani fogja, de ha úgy gazdálkodik az előfizetésével, akkor külön nem fog érte fizetni, hanem megfizeti abban az árban, amiben megfizette a 2 GB, 3 GB, 5 GB, 10 GB vagy 20 GB megvásárolt inter, internet mennyiségét. Unió szabálynak tett én állam jobban nem kritizálja az Orbáni rendszert senki, de ez egy uniós szabály, van logikája az uniós szabálynak, és ezt kikövetelték Magyarországtól is, meg még sok más uniós tagállamtól is. Igazából ezeket a nagy mamut világ cégeket akarja tartani, hogy, hogy ne legyen az, hogy ők nyomást gyakorolnak a telekommunikációs szolgáltatókra, hogy mi nem, ti, ti, ne kérjetek pénzt azért, hogy elérhetőek legyünk, ha mi elérhetők vagyunk, akkor majd lesz hirdetési bevételünk, viszont azáltal, hogy mi ingyen elérhető vagyunk nálatok, ebből lesznek neked egy marketing bevételed, mert te ügyes vagy. Tehát azt mondta, hogy, hogy ilyen alapon minden applikációt elő gyártó számára, ez a marketing indoklás ez fennállna, csak nem olyan nagyok, mint a világ legnagyobb multinacionális mamut szolgáltatói, Facebook, Google, stb. És ezért ők ezt a helyzetet kihasználhatják, a egyéb e, e, informatikai vállalkozások meg nem, és a vállalkozásoknak a köz azonos feltételi rendszere miatt hozta be. Elnézést, hosszú voltam, pedig időn is túléptem. E, templomok felújítására, libanonik keresztény templomok felújítására is adunk két millió dollárt, e, nem. Nem, nem, nem szívesen válaszolok ilyen kérdésekre, tehát itt nem mondom, hogy ezt tegyétek föl a következőkben is. A magyarok gazdaságot kéne becsületesen tovább folytatni, vagy működtetni, becsületesen működtetni a magyar társadalom és a anyagazdaság növekedését, gazdagodását, és akkor egy gazdagodó államnak van olyan kötelezettsége, hogy segítsen külföldön. Tehát én, én, én értem az érzékenységet, de nem értek vele egyet. Azt nem tudom, hogy emögött is van-e korrupció, vagy nincsen, mitán ezt nem tudom megállapítani, ezért erre különösen nem térek ki, de saját magam is tapasztaltam, hogy aki elkötelezettje vagyok annak, hogy a női egyenjogosság van, az kell, hogy legyen a világban, hogy oktatni ok és tanulni kell. És ezért olyan országban, ahol addig tiltották, hogy lányok iskolába járjanak, föl középiskolába, ez akkor Afganisztán volt. Most újra tiltják. És mikor egy változás állt be, és újra lehetett, meg lehetett nyitni leány, leányt gimnáziumot, de nem volt infrastruktúrája, töredékpénzé lehetett, akkor én bizony a, a nők egyenjogúságát segítve, és az ottani iskolának a padokkal, felszetet berendezése berendezésével, segítésével, akkori aktív vállalkozói te tevékenység a magam lehetőségén belül segítettem. Mikor ezt sok év múlva a Facebookon, az itteni oldalamon is megtalálható közzétettem, a legkevesebb like erre érkezett egy-két hasonló kérdés, hogy miért nem magyar szegény iskolának adtam, az is érdekezett. Tanítok magyar, tehát tanítom, amennyit csak tudtam. Az erőmön felül támogattam a magyar oktatást. Ott vagyok minden tüntetésükön. A lehetőségem, az én lehetőségem, mindent megadok. De azt, hogyha azért, mert nem tudom az összes magyart megoldani, az egy olyan országban, amelyek mélyen alattunk vannak, hogy oda ne nyújtsák segítséget, és ezt számon kéjék rajtam, ezek nem esnek jól, ezek nem átgondolt kritikai elemek, tehát végül csak válaszoltam rá, de a hasonlókra nem nagyon fogok. Ennyire jutott, most többet már elolvasni sem tudok, ez ugye ezek egy másodpercesek, nem felejtkeztem el a tudásmenetesekre. Volt egy eldöntésem. Ugye ők azok a tankerületi vezetők, akik Orbánt kiszolgálják. Volt egy elképzelésem, hogy ha a te vagy a költségeibe, a tiltakozók közül, bármelyiküket, ők vezetői a magyar tanári karnak. Tankerületi vezetők, illetve gimnáziumi igazgató, Pécset Nyisztorz volt. Ha bármelyik ott van, leveszem erről a tábláról. Hát nem mondtam el előre, bár akkor se lett volna ha elmondom előre. Nem voltak ott. Értsük, ők a magyar oktatásban tankerületük, tehát a pedagógusok és a diákok egészséges fejlődéséért, a magyar oktatásért egyes számú területi vezetők, egyetlen diák tüntetése, a tudásmenetem sehol nem voltak ott, maradtak a táblán, természetesen. Szerintem erről a következő adásban fogok beszélni. Hogy ne egy brittek, brit igazságügyi tárca elkezdte szervezni, hogy meg kell erősíteni a hágai nemzetközi bíróságot, a részleteket fogom elmondani, annak ellen, annak érdekében, hogy meglegyen az infrastruktúrás anyagi háttere, hogy az olyan agresszorokkal szemben hatékonyan, azonnal és már a háború folyamán fölépjen, mint Putyin elnöknek az Ukrajna agressziója. Ők azok a szakértők, akik segítették az én válaszaimat ma este is, hogy lássátok az ellenzéki kerekasztal, ha nem gyarapszik, ha nem ül össze, ha nem fog összeállni a civil szfére, és az ellenzéki oldal, Orbán Viktor nagyon boldog lesz, és csak egytől kell tartania, attól azért kell szerintem egyre jobban a népharagtól. Köszönöm a követőknek az napi több százas fővel való folyamatos növekedését, ez sokat jelent, mint sok olyan tettem a számomra. Számítsatok a negyedik adásra is most vasárnap, vasárnap délután, a követők tudnak kérdéseket is föltenni. És nagy megtiszteltetésnek tartom, minden alkalommal ezt mondom el, ha jövő csütörtök este is találkozunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma este, megint elszágúdott az idő, és én megint nem tartottam be a fél nyolcai zárást. Ez van.